Dublin Arena. Köszönjük a mai szurkolást. Személy szerint köszönöm az elmúlt két évet. Elképesztő erőt, motivációt adhatok nekem. A meccseken nyújtott teljesítménye, tehát a csapathoz való nyilvánulás, a szurkolókkal való kapcsolattartás, tehát a Nagy Laciról jót lehet csak mondani. Bízunk benne, hogy más területen is Veszprém segítségére fog lenni. Egyébként a Nagy Laci nélkül ez a Veszprém nem az a Veszprém. Tehát a Nagy László egy ikonikus alakja a Veszprémnek. Úgy gondolom, hogy nagyon hiányozni fog a pályáról is, pályán kívül meg biztos megtalálja majd a hét. Veszprémnek hiányozni fog, mint játékos, de marad továbbra is itt, mint sportigazgató. Úgyhogy sajnáljuk, hát az idő elmegy mindenkinek, úgyhogy nem lehet. Az Ilicsa is így van sajnos. Én nagyon sajnálom. Én örültem, amikor visszajött, de én most nagyon fogom sajnálni, hogy elmegy. Az egész magyar kézilabda sportnak veszteség lesz, az biztos. Szintén visszavonul Ilics. Őről mit gondolsz? Hát ő ugyanaz, minden az egy csupaszív játékos volt ő is. Amikor ide került annak idején, mindent megtett annak érdekében, hogy elérje a céljait a Veszprémmel, és kisebb sikerekkel. Tehát voltak, mikor csatát vesztettek, ezt tudja mindenki, hogy miről van szó. Tehát ő is szép emléke fog búcsúzni Veszprémből valószínűleg. Csak felső fokon tudunk beszélni Ilicsről. Tehát Veszprém ez ugyanúgy hozzáfort, mint, tehát nem annyira, mint Nagy Laci, ugye, mert azért a Laci csak magyar, de egyébként Ilics is ide tartozik közénk, és örülünk neki, hogy az utánpótlásba fog tevékenykedni. Az a tudás, ami ő benne van, nem lehet pótolni, nem lehet ezt. Örülsz egyébként, hogy mindketten a klub kötelékében maradnak? Mindenképpen. Tehát az a klub életében szerintem, meg az ő életükben is az egy jelentős pont, hogy itt az egyesületnél maradhatnak. Szomorú pillanat lesz, amikor Nagy László és Ilics utoljára lesétál a pályáról itt a Veszprém Arénában? Hát a tévében, amikor láttam ezt a beszélgetést, hogy mit tudom én mi, amikor megkönnyezett, hogy egy kicsit úgy én is úgy könnybe lábott a szemem, mert azért valahol hiányzik persze. De meghatározó személyiség volt, tehát nem egy akármilyen gyerek, nem minden nap születik ilyen.